Mit is nevezünk a színpadon igaznak? Azt-e, hogy minden úgy történik, mint a valóságban? Korán sem. Így értelmezve az igaz nem egyéb, mint közönséges. Mi hát a színpadi igazság? A tettek, a beszéd, a jellem, a hang, a mozdulat, taglejtés, egyezése egy eszményi mintával, melyet a költő képzelete teremtett, s a színész kelt sokszor túlozva életre. És itt a csoda. Jó estét kívánok, hölgyeim és uraim! Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket az Önarckép értékkel mai műsorában. Hát, amit itt Denis Diderot az idézett néhány sorban mondott a színházról, arról a csodáról, ami estéről estére megteremtődik néző és színész számára egyaránt. Erről fogunk beszélgetni itt a ma este során mai nagyon kedves vendégemmel, egy ilyen csodatévővel, Frank Ildikó színművésszel, a Magyarországi Német Színház igazgatójával. Isten hozott! Köszönöm szépen. Legyél a vendégünk itt ma este. Foglalj helyet. Köszönöm. És látom a virágot oda így raktam, van, az behelyezhettem. Annak készítetted. Nagyon szépen köszönöm. A történet az ugye úgy kezdődik, hogy tulajdonképpen a te szülővárosod Szeged, te mégis pécsi vagy. Na most hogyan van ez? Igen. Amikor megkérdezik, hogy én hova valósi vagyok, mindig azt mondom, hogy pécsi. Hát ez nem volt mindig így. Mert ugye én Szegeden születtem, és 7 éves koromig ott éltünk a szüleimmel, és én nagyon mérges voltam, amikor elköltöztünk Pécsre, és közöltem is a szüleimmel, hogy én a 14 éves koromig biztos nem leszek boldog, mert hogy legalább annyi időt kell laknom Pécsett is, mint Szegeden ahhoz, hogy én ott jól érezzem magam. Na hát ez nagyjából ez így is lett. Úgyhogy na jó, nem. Azért mindig egy kicsit visszavágyódtam, és nekem Szeged az valahogy így mindig ilyen meseváros maradt pont emiatt talán, hogy a legfiatalabb éveimet ott töltöttem. Igen, hát érdekes, hogy a két merőben más karakterű, két nagyon kedves városról van itt szó. Nehéz volt tehát ez a költözés, így eszerint az első már igazán tudatos évek azok mégiscsak Pécset értek. Igen. Téged. Ott is jártál általános iskolába, hát ezt nem nagyon szoktuk itt körüljárni, de most ebben az esetben én kérdezném, hogy hol igen. Is volt ez, és hogyan is volt. Igen, Pécsett az első egyes számú gyakorló általános iskolába jártam, ami az egyetemnek volt a gyakorló iskolája, és hát én azt gondolom, hogy most így ilyen ennyi idős fejjel nagyon-nagyon szívesen gondolok vissza erre az időszakra, és nagyon szép része volt az életemnek, nem hiába egy-két tanár is meg aranyozta nekem ezt az időszakot. Még akkor is, hogyha néha akkor nem úgy tűnt, hogy megaranyozza, de most így visszagondolva nagyon, nagyon szép emlékeim vannak. És hát egy nagyon jó szülői háttér állt mögötted. Itt köszönhetjük szüleidet, de kérem, hogy te mutasd be őket. Igen, hát be szeretném mutatni az édesanyámat, dr. Font Mártát. és édesapámat, dr. Frank Gábort. Ugye édesanyádról annyit tudhatunk, hogy ő történész, professzor, édesapád gimnázium igazgató, illetve a Baranya megyei német kisebbségi önkormányzat elnöke. Hát ők adták a családi hátteret, és amit mondottad, ugye az iskolai háttér is jónak teremtődött, úgyhogy már is színpadra szólítom első vendégünket, Pesti Jánosné Vera nénit, egykori osztályfőnöködet. Tessék helyet foglalni közöttünk. Amikor itt kint az imént néhány szót váltottunk, akkor egy kicsit elfogódottan tetszett mondani, hogy hát most itt ebben a néhány percben mit is mondhatnék egészen személyes dolgokat ekkora körben, meg különben is az olyan régen volt, hát ekkora volt, és ezt most innen tessék számolni, de hát azok nagyon szép emlékek voltak. Mi látszott akkoriban a mai színésznőből? Hát... Azzal kezdeném, Ildikóra reflektál, vagy én úgy gondolom, hogy Ildikó boldog volt Pécsett a kisiskolás korában is. Én egy szép, okos,
tisztelettudó, jól nevelt, jó tanuló kislányra emlékszem, mert minden jót el lehet róla mondani, amit egy osztályfőnök csak várhat a tanítványaitól. Hát egyetlen csintevésére emlékszem a mai napig, és attól egy kicsit úgy zavarba is jöttem. Kíváncsi vagyok, hogy melyik te. Hát a szalonképesemre. Meg sem merek szólni. Mondjuk nem az a jellemző rám, hogy én nem vagyok, ugye nem voltam a katedrán slágfertig, de akkor aztán úgy hát belém fagyott a szusz, ugyanis az történt, hogy hát ez egy roppant jó osztály volt, nagyon tehetséges gyerekkel, sok tehetséges gyerekkel, ugye a német tagozatos osztály, oroszt kellett tanulni, tehát ők azért eleve úgy választottak ki, hogy a környék legjobb gyerekei voltak. És hát úgy magam köré is gyűjtöttem azokat, akikkel úgy még plusz érdemes foglalkozni. Hát Ildi a második padba ült, és mögötte Büki András. Na most Büki Andrásnak nagyon tetszett a Frank Ildikó. Ildikónak szép természetes szőke haja volt, és Büki András az óra alatt Ildikónak egy kis hajtincsével piszkálgatta Ildikó fülét. Na most ez valószínű Ildikónak is tetszett, mert sokáig tűzte. Akkor hátramentem, hát még mindig folyt a dolog. Megfogtam András kezét, mert hát hogyha most megállítom az órát, akkor az egész osztály röhög nyilván, és akkor nem lehet folytatni. Akkor András értett a szóból, és elővette a ceruzáját, és azzal bökötte Ildikó nyakát. Hát most megint mit csináljak? Jó? Megyek előre, és egyszer csak látom Ildikó haját lobogni, és úgy gyomorszájon vágta az András, hogy az úgy elterült a padon, és hát akkor nekem röhögnem kellett, és oda mentem a táblához, háttal a gyerekeknek, hogy atya úristen, most mit csináljak? Hát írjam be a Frank házaspárnak, kedves apuka, anyuka, pedagógusok, Ildikó verekedett a magyar órán. Hát majd visszaírják, hogy milyen magyar óra az, ahol verekedni lehet. Na ez nem megy. Akkor Bükiéknek írjen, azoknak se lehet. Hát mondom, tudod, mit nem csinálsz semmit. És szóval tényleg az, hogy nem csinálsz semmit, az úgy bejött, de azért az Andrásnak úgy a szünetben mondtam, még nem volt akkor ombudsman, hogy te ezt még egyszer megcsinálod, a másodikat tőlem kapod. Akkor, na, ennek az Andrásnak, hát egy jó nevű bankár lett ez a srác, most fordulhatsz hozzá a befektetéseid a nagy bizalommal. Na, majd lesz. És akkor 8. év végén odajött a srác, és mondta, hogy hát Verani, nagyon szépen köszönöm mindent, azt, amit értem tett, de leginkább azt, amit nem. Hát még sok ilyen apróság van, de én gondolom, hogy az idő rövidsége miatt akkor ez legyen elég. Nagyon sok osztálytársat, hála a Facebooknak, azért elérhető volt, és sok kis apróságot elmondtak rólad még, amit majd én még el fogok mondani neked. Jó. Íme egy bizonyíték a sokoldalúság csíráira. Mennyi látszott akkoriban, vagy mennyire volt tapasztalható akkoriban, hogy hát ez a leány azért nem egy hagyományos pályára fog kérni, holott először ugye majdnem kolléga lett, ez csak zárulni. Igen. Hát a világirodalom egyik remekét játszotta el, azt tudom, egy kicsit később a Muppet Show-ból a Miss Ruffy-t, úgyhogy ez akkor már látszott, hogy ő talán színpadra készül. Ne, általános iskában nem látszott azért, hogy ő színészi pályára készül. Nagyon jó magyaros volt, nagyon jó értette a verselemzést, nagyon szépen beszélt, de hát ez a később a Kazinci versenyekben csúcsosodott ki, amiről a férjem tudna mesélni, mert az ő tanítványa volt akkor, amikor az Ildikó ezt a szép eredményt, egy országos szép eredményt elérte. Vera néni, köszönjük szépen, hogy a vendégünk volt, maradjon és jöjjön vissza, kérni a helyre, fáradjon. Maradjon természetesen. A középiskola ugye ugyancsak Pécsett zajlott az a 4 év, utána 2 év egyetem, teljesen hagyományosnak tűnt ez a pálya, magyar-angol szak, majd a 2 év után egy teljesen váratlan húzással elkerültél
Temesvárra, ahol is egy magyar, román, német nyelvű színházban kezdtél játszani. Hogy is volt ez? Igen, hát én nagyon boldog magyar-angol szakos ember voltam Pécsett, és jól is éreztem magam, játszottam, ott már játszogattam így barátaimmal együtt egy Happy End színház nevű képződményben, mert szerettünk volna nagyon jó színházat csinálni, és olyan igazit, és megmutatni a színházi szakmának, hogy mi miket tudunk. Persze semmit nem tudtunk, de jó volt, tehát ilyen őszinte dolog volt. És aztán egyszer egy címbarámmal el is mentünk titokban, beadtam a felvételi papírokat a színművészetire, és akkor ezt majd az anyéknak ezt nem is kell tudniuk, majd hogyha felvesznek, akkor majd megmondom. És tehát úgy mentünk el, hogy nem készültünk fel, tehát nem tudtam két verset, meg egy fél monológot nagyjából, tehát nem ez a követelmény. És ez a barátom, ő is szintén hasonló felkészültségű volt, tehát igazából egy ilyen jópofaság volt. És persze az anyuék megtudták, hiszen hogy nyilván a felvételire a behívó az postán érkezett meg az ő címükre, ahol én is laktam. Tehát bukta. Ez egy sok bukta. Tehát ez sokáig nem lehetett eltitkolni. És akkor hát igen, hogy a kislányom is, hogy biztos szeretnéd te ezt, és a többi is különféle lelkifröccsök, csak aztán most nem lett belőle komoly baj, mert úgyse vettek föl, amit nem csodáltunk. És utána jött ez egy nagyon fura lehetőség, egy stuttgarti Dunai Svábok Alapítványa kiírt egy pályázatot, illetve hát keresett egy embert, egy fiatalt Magyarországon, akit kiküld Temesvárra egy ösztöndíjjal, ott van a Temesvári Egyetemen van egy német nyelvű színművész szak, és azzal a feltétellel finanszírozza a tanulmányokat, hogyha ő majd a tanulmányok végeztével Szekszárdra szerződik a német színházhoz. Ezt jól kitalálták itt. Annak idején azt hiszem, igen, sőt biztos Frigyesi András volt az igazgató. És akkor ezt jóba is volt a temesváriakkal, és szerintem ezt így jól megszakértették, hogy ez milyen jó lesz mindegyik félnek. És akkor ezt az aputól tudtam én meg, hogy van ez a lehetőség, hogy van egy felvétel, és az apuval is jöttem el Szekszárdra. És az a mai napig emlékszem, hogy busszal jöttünk, és virágoztak a gesztenyefák. És olyan gyönyörű volt bejönni Szekszárdra, és mondtam, hogy hát végülis nem is lesz olyan rossz itt játszani, hogy majd 4 év múlva, hogyha esetleg fölvesznek, és esetleg tényleg úgy hozza a sors. Aztán úgy hozta. Temesváron hát egy nagyon érdekes színházban játszottál, ahogy mondtam, 3 nyelvű volt. Hogyan működik egy ilyen színház, és hogy érezted ott magad? Hát ugye a pályád az ott kezdődött. Igen. Hát ez kulturális szempontból ez egy olyan élmény, amit így mindenkinek, aki kultúrával foglalkozó ember, ezt kívánni tudok csak, hogy egy épületen belül működött egy román nemzeti színház, egy opera, balett karral, egy magyar színház és egy német színház. Ezek külön intézmények voltak, viszont osztoztak egy azon épületen, és egyetlen egy büfé volt szerencsére, és ott minden nap lehetett találkozni emberekkel, a mindegyik színház volt összefutottál. Sőt, olyan szinten nagy volt a nyüzsgés, hogy a helyi művészeknek is ez a féle találkozó pontja volt, ez a büfé a Temesvári Színházban, és emlékszem, hogy a büfének volt egy ilyen kis sarokasztal, és ott ültem egyik tanárommal, és akkor a lépcsőn lejönni láttam egy nagyon helyes fiatalembert, és akkor az lett az én férjem aztán. Hát erről a nagyon helyes fiatalemberről ma még sokat fogunk hallani, sőt elárulom, egy picit beszélgetni is fogunk vele. Itt azért egy pillanatra még álljunk meg, itt te 3 nyelven is játszottál, jól tudom ezt? Hát kis túlzással igen, mert hát ugye a magyart az anyanyelvemnek tudhatom, a németet azt ugye ugyan családból hoztam, viszont az édesapám volt az utolsó ember, akivel én hajlandó voltam a németül szóba állni. Tehát én az apuval már csak akkor beszéltem, amikor már jól tudtam. Mert valahogy így nem tudom, mert nem így alakult. Tudom, hogy apa mindig próbálkozott, de nem tudom, ez így alakult, hogy nem. És hát ugye a német színházba jártam, vagy ott a német
színházhoz tartozó. Tehát igazából ezt az iskolát ők használták, most csúnya szóval élve, hogy a statiszta szerepekre ezeket a diákokat szerződtették, akik úgyis ott voltak az iskolában, hiszen tudnak németül, stb. Csomó óránk is a színházban volt, nagyon sok szinte, tehát a szakmai óráknak a többség a színházban volt, és ebből kifolyólag mi már egész zsenge korunktól belefolytunk a színház életébe. Emlékszem, hogy az első szerepem, hát ez nem volt szerep még igazából, a Kabaré című musicalt játszották, és abba kellettek táncos lányok. És a táncos lánykodtam én is, de hát ugye nem kellett beszélni, csak táncikálni. És volt egy nagyon érdekes sztori azzal kapcsolatos, hogy én nem tudtam akkor még románul, hiszen azt mondták, hogy Ildikém, neked nem is kell megtanulni, hiszen németül lesz az iskola, minden tantárgy. Na ez nem így lett, mert az elméleti tantárgy minden románul volt. Úgyhogy szerencsére előtte én jártam magyar szakra, ahol egy csomó órámat aztán akkreditálták és elfogadták nagy munka, energiabefektetés után. És tehát itt táncoltunk, és volt egy nagyon helyes koreográfus hölgy, egy idősebb volt balerina, és egyszer látom az egyik próbán, nekem mindig ott fordított egyik kolléganom németre, hogy akkor mit kell csinálni, hogy meg hát láttam, és azért ez nem olyan szakma, hogy ne lehessen, tehát elég gyakorlati a tánc. És egyszer csak láttam, hogy ott vörös fejjel elkezdett üvölteni ez a koreográfus hölgy, és volt egy bot, az ott koreografált, és akkor azt mondta, hogy na most ezzel mindjárt úgy megütlek, és akkor kérdeztem, hogy de így láttam, hogy valaki ér. És kérdeztem a kolléganom, hogy most akkor mit mond, mit akar az a bottal? Meg akar ütni, mert engem. És igen, engem akart, igen. Engem, mert valamit mellé léptem, és akkor éppen olyan hangulatban volt, hogy ő ezért ütni akart. És akkor aztán úgy alakult, hogy aztán mégis megtanultam románul, mindenféle okokból kifolyólag. És hát jobban is tettem, ugye, hát mert... Hát jobb, ha tudja az ember előre, hogyha ütni akarják, igen, például. Igen, nem árt ezt megérteni. Itt találkoztál tehát az első szerepekkel, nyilván itt az első pillanatok a színpadon, a kezdő színészben megfogalmazzák a nagy szerepálmokat is. Egyáltalán azt a karaktert, figurát, akit ő úgy gondol, hogy majd kitölt. Te mit fogalmaztál meg, és aztán mi lett ebből? Hát, sok mindent megfogalmaztam, nem emlékszem, az embernek ez egy ilyen időszakos dolog, hogy mikor mit szeretne eljátszani. Tudom, hogy egyszer a magyar színházban, tehát én a német színháznál, illetve a német iskolában voltam diák, és megkerestek, aztán talán harmadéves voltam, hogy Romeo és Júlia lesz a magyar színházba, és hogy akkor elhívtak egy meghallgatásra. Tudtam, hogy vannak azért ott színésznők, de elhívtak, és meg is kaptam, és hogy hát Júliát, ez mindenkinek szerintem szerepálma. És aztán történt egy olyan valami, hogy ebből a produkcióból nem lett semmi. És nem miattam, hanem egyszerűen nem. Én nagyon-nagyon örültem neki, nagyon szerettem volna, nagyon nagy harc volt ez az iskolában, mert nem akartak odaadni. Mert a német színház azért szerette a saját iskoláját ő használni, nem szerette, hogy azt más színházak használják a tanítványokat, és akkor abban nem lett semmi, és ez ilyen, hát ezt nem mondom, hogy örültem. De aztán így elfogadtam, mert nyilván már, tudom én, 25-30 éves az ember nem fog Júliát játszani. Tehát ez a vonat elment, arról én letettem. Van egy-kettő olyan, amit még most is el tudnék játszani, azt gondolom. Én soha nem játszottam például Csehovot, és nekem, tehát a három nővérnek a mássája az egy olyan, amit én elég fiatalon olvastam ezt a darabot, nem tudom, hogy sok mindent értettem-e belőle, de emlékeztem rá. Én az 10 éves körül voltam, amikor Moson-Magyaróváron a nagymamám tévé alatti szekrényében megtaláltam Csehov 4 drámája című könyvet, és akkor olvastam el mind a négyet, és azóta ez így valahogy bennem maradt. És hát utána persze többször is elolvastam még, amikor már értettem is, és azt hiszem még mindig is lehet, hogy még akár meg is adatik az egy gyönyörű szerep. És a másik, ami nagyon vonz és nagyon, nagyon tetszik, és azt gondolom, hogy a világirodalom egyik nagyon szép női szerepe a Tennessee Williamsnek a Vágy villamosából a Blanche, tehát az egy gyönyörű dolog, és nagyon vonz engem. Aztán, hogyha majd sikerül, akkor jó, hogyha nem, akkor majd lesz más. Az énekes szerepek se kerültek el. Nem. Téged volt benne néhány. Ez hogyan volt ez a találkozás? Tanultál te korábban éneket, zenét? Hogyan jön ez össze? Hiszen ez nagyon nagy felkészültséget. Igen, én
annak ellenére, hogy én mondjuk általános iskolás koromtól kezdve kórus tag voltam, meg gimnáziumban is végig, sőt, még énekeltem több kórusba is, női karban is, és nagyon szerettem énekelni, annak ellenére bennem volt egy ilyen ellenérzés, egy ilyen fajta valami blokk, nem tudom, hogy én nem tudok egyedül énekelni, egyedül nem szerettem énekelni, mert hogy nem tudok. Aztán persze tanultam, tehát volt énnek óránk a főiskolán rendesen, akkor egy nagyon, nagyon helyes, egy, az ottani operának egy basszusa, ő volt az énektanárunk, és hát nagyon szerettük, de hát nyilván egy basszus nem fogja egy 19 éves, egy sikeres énekes nem fogja tudni ezt így az ilyesfajta a gátlásokat legyőzetni veled, mert csak azt látod, hogy jó, hát ő ezt ki tudja énekelni, de én nem, és akkor mit csináljak? És nem tudta elmondani, tehát ő pedagógusként nem volt nagyon jó. És aztán a Magyar Színházban meghívtak egy szerepre, ami egy ilyen kis, valami kis tingli-tangli musical, már nem is emlékszem a nevére, ott hívtak meg egy szerepre, és hogy hát ott énekelni kellett. És ott volt egy néni, egy idős néni, egy tündér volt, és még mindig az anyukáját is magával hozta, mert valahogy nem tudott vele mit kezdeni, és mindig az énekórákra eljött ő, aki idős volt, és az anyukája, aki még idősebb, és ott ültek, és ő mondta azt, hogy hát de neked gyönyörű hangod van, hát annyira szép, hát énekeljél már, hát merjed már. És akkor csomó minden, nagyon sok technikai dolgot is megtanultam tőle, de hát főleg ezt a pszichés gátlást legyőzni. Valószínűleg ez onnan eredt, és hát igen, azóta szeretek énekelni. Hát nem vagyok egy énekes, nem is pályázom ilyen babérokra, de szeretek. Mindenesetre nekünk nézőknek ez nagy szerencsénk, és most ebből fogunk egy kis ízelítőt kapni néhány percben. Egy dalt fogunk Ildikótól hallani. Lozsányi Tamás lesz a kísérője e dal során. Néztem egy kortyvizet előtte. Nyugodtan tedd meg. Magyar nyelven szól ez a dal, és ezt most hangsúlyoznám, ennek ugyanis a későbbiekben majd jelentősége lesz. A dal címe pedig Én mellettem elaludni nem lehet. És Máté Zoltán kollégám is közre fog működni a dalban dobon. Mellettem elaludni nem lehet, éjjel-nappal szeretnék el engemet, nálam aki lusta meg nem él. Én mellettem nem használ a taktika, én mellettem a taktika nagy hiba, az kell, aki nem sokat beszél, az kell nekem, akinek a csókja olyan hosszú, mint az alagút. Mert ha rám tör a szerelmi szomjam, jobb, ha mindig közel van a kút. Én mellettem elaludni nem lehet, nem adom fel soha ezt az elvemet. Én mellettem szeretni muszáj, szedje össze magát, aki csókot ad, mellőzheti nyugodtan a bókokat, ne beszéljen, dolgozzon a száj. Milyen a legényem, ízi belemérem, csak is a szemérem, az, ami gátol. Maga se kivétel, nosza, ha igényel, ide a szívével, kicsi pofám! Én mellettem elaludni nem lehet, éjjel-nappal szeretni kell engemet, nálam, aki lusta meg nem él. Én mellettem nem használ a taktika, én mellettem a taktika nagy hiba. Az kell, aki nem sokat beszél, az kell nekem, akinek a csókja olyan hosszú, mint az alagút. Mert ha rám tör a szerelmi szomjam, jobb, ha mindig közel van a kút. Én mellettem elaludni nem lehet, nem adom fel soha ezt az elvemet. Én mellettem szeretni muszáj, szedje össze magát, aki csókot ad, mellőzheti nyugodtan a bókokat, ne beszéljen, dolgozzon a száj! Azt
Aztán Temesvár után, pontosabban Temesvár közben, két éven keresztül, 2000 és 2002 között ingáztál, Temesvár és Szekszárd között. Hogyan zajlott ez és miért is? Hú, rendkívül bonyolultan zajlott. Már elég volt a logisztikát megszervezni ennek a dolognak több okból kifolyólag, akik ott ülnek, az okai, hogy milyen nehéz volt megszervezni. Én 2000-ben ugye lediplomáztam Temesváron, és ugye kötött a szerződést, tehát el kellett jönnöm Szekszárdra. Én most minden követ megmozgattam, hogy ott maradhassak, mert addigra már volt nekem egy férjem, meg volt egy kislányom 2000-ben, ugye 99-ben született a Lea, 98-ban házasodtunk össze a Florinnal, és hát 2000-ben ugye lediplomáztam, mi nagyon boldogan éltünk ott Temesváron, és szerettem volna ott maradni, vagy a Német Színháznál, vagy a Magyar Színháznál, vagy nem csináltam volna semmit, csak ott akartam maradni, ahol ahol lakunk, ahol a férjem van, meg a kislányom. Tehát muszáj volt eljönni, és akkor itt bizonyos darabokat, mondjuk az volt az én szerencsém akkoriban, hogy itt nem volt nagyon sok munkám itt a színháznál, tehát volt, próbáltam, és akkor utána voltak az előadások, a próbaidőszak az mindig ugye hosszabb volt, ez egy olyan 5-7, 6-7 volt, de aztán egy havonta egy pár előadás volt, és azokat azért azokat megbírtam csinálni, és utána 2001-ben lett egy kicsit nehezebb a dolog, amikor volt nekem lett nekem egy kisfiam is, és az újszülött kisfiammal azt megszervezni, hogy akkor még vezetni se tudtam, hogy akkor valaki mindig elhozzon, hogy akkor a kis babám, akit még szoptatok, azt el tudjam látni, és hát ez nem volt egy egyszerű logisztika, és azért nagyon-nagyon megviselt minket lelkileg is, nem volt egy jó időszak, nehéz volt, és aztán ez megváltozott, ebből kikecmeregtünk. 2003-ig aztán ez folyamatos Szekszárdi játékot jelentett, és 2003 és 2004 között volt egy hirtelen pauza. Igen, mert ez a szerződés, amit már emlegettem, hogy én Szekszárdon fogok játszani, ez úgy rájöttem én 2003-ban, hogy hát ez bizony egy oldalú volt. Tehát én ezt aláírtam, hogy játszom Szekszárdon, viszont a Szekszárdi Színház semmire nem kötelezte magát. Hogy engem 2003 májusában úgy kirúgtak innen, az egész társulattal együtt, hogy a lábunk nem érte a földet, és erre szerintem a Niki emlékszik még. És tehát az összes színész így el lett távolítva, mert hogy nem kell társulat ide, mert elég a vendégszínész ilyen felkiáltással. És hát addigra az én drága párom már átjött Pécsre. Mi Pécsen laktunk, mi ketten a gyermekeimmel, hogy a anyuék segítették az ottani életünket, és akkor egyszer csak arra ébredek, hogy na jó, most akkor munkanélkül vagyok, mit csináljunk? És volt egy olyan időszak, egy erős fél év, amikor mi mindent elvállaltunk a Florinnal, tehát olyan szem úgy mindent, hogy újságot hordtunk ki, és mindenfélét csináltunk. Most viccesen emlegettük is, mert láttuk nemrég ezt a környéket, ahol mi újságot hordtunk ki, de nem volt baj, mert végülis egy boldog időszak volt az életünkben. És aztán ezen is túl lettünk. Még pedig nem is akárhogyan, hiszen 2004-ben jött egy pályázat, te pályáztál és te lettél az igazgató. Igen. Úgy szólván egyik napról a másikra, 28 évesen, hogyha jól számolom. Még annyi sem voltam, nem töltöttem még be. És azért azt nem lehetett mondani, hogy te egész életedben erre készültél. Nem. Mivel kellett szembenézni? Egyáltalán hogyan indult ez? Nem is készültem egész életemben erre, meg nem is vágytam rá igazából, csak hát ugye ez, hogy nekem minden el kellett mennem, és az életünk, ez igencsak megnehezedett, főleg anyagilag. Ez motivált arra, mert akkor volt egy friss, tehát az akkor igazgatónak lejárt a mandátuma, volt egy új pályázat, és igazából az én férjem és édesapám biztattak arra, hogy tehát próbáld meg, most mit, tehát annál a helyzetnél rosszabb nem lehetett. Úgyhogy megpróbáltam. És nagyon örültem, amikor megkaptam, csodálatos volt, de aztán én utána, hát én fél évig sírtam nagyjából, tehát nem az volt, ami nehezebb volt, mint gondoltam, azt hiszem. Hát azt mondják, hogy egy lőporgyár az elég veszélyes üzem, de a színház az talán, hogy ennél egy kicsit veszélyesebb.
Igen, nehéz. Ugyanis az nagyon szép, ugye, amíg világítanak, és amíg taps van, és amíg mindenki mosolyog, aztán amikor az ember beér a függöny mögé, ott azért egy elég nehéz világ tud kezdődni. Most egyik igen. pillanatban még színész voltál egy a többi közül, a következőben pedig te színész és igazgató igen. lettél. Mi mindennel kellett szembenézni? Hát ami a legrosszabb volt, hogy tehát ez a szituáció, ez egy... Ja, jött közben mindenféle jó képek van. Ez a szituáció volt egy kicsit ilyen tudathasadásos, hogy az egyik napra másikra a kollégáim, barátaim főnöke lettem. Meg főnöke lettem olyan hölgyeknek, például a gazdasági osztályon, Terikkel már ott volt, akik hát az édesanyám lehettek volna szinte. És hát ez így nem volt könnyű nekik se, mert nem ezek voltak, tehát voltak kialakult kapcsolatok, amik egyik napra másikra megváltoztak, így, mert teljesen más, tehát teljesen más a két munka. Teljesen más a két munka, és én nem is tudtam, és nem is kaptam nagyon sok segítséget az előző igazgatót abban, hogy akkor most átadjak, most elmondja, hogy akkor hogy lesz, hogy kell, mit kell csinálni, és mind nekem kellett rájönni, és nagyon hálás vagyok azoknak, akik jó indulattal álltak hozzám, és segítettek, és lelkileg is segítettek átvészelni. Ezt már nagyon nehéz úgy belecsöppenni egy elég felelős feladatkörbe, anélkül, hogy tudnád, hogy mi is az a feladat. Tehát ez nagyjából azt nekem kellett kideríteni, hogy mi a feladat. Én kívülállóként azt gondolom, hogy ilyenkor két lehetőség van az ember előtt. Az egyik az, hogy magára hagyja az egész történetet, hogy a saját tehetetlenségi nyomatéka szerint működjék. Hát ez egy nagyon rövid ideig tudhat működni, nem hinném, hogy akkor te most a harmadik ciklusodat tölthetnéd, mert ugye ez így történik most. Vagy pedig valamiféle vezérelvet állít fel, és annak mentén akár konfliktusokat vállalva is végigvisz valamit. Gondolom, hogy ezt az utóbbit kellett, hogy válaszd. Mi volt ez a vezérelv, vagy hogyan festett a te elképzelésed? Mit valósíts meg? Utóbbit, amit összehoztam, én 2003-ban így szinte gyerekfejjel ezt a pályázatot, abban nagyon, nagyon sokat segített nekem a párom, nagyon sokat segítettek a régi tapasztalataim, amiket Temesvárra hoztam, hiszen én ott szocializálódtam színházi közegbe, ott láttam dolgokat, és onnan próbáltam a jó ötleteket áthozni, és mindenképpen azt szerettem volna, és továbbra is, hogy ez a színház, ez igenis legyen a magyarországi németségnek a színháza, ugyanakkor igenis legyen egy olyan színház, amit a Szekszárdi is a sajátjának tekinthet. Ezek a dolgok, ezek a vezérelvek, most nem akarom ezt lebontani, mert ez nem érdekes, de ezek meg is maradtak, és az, hogy ezen belül, hogy orientálódtam, az elején nyilván többet hallgattam tanácsokra, de tanácsokat mindig elfogadtam, meg szívesen fogadtam, csak az volt nehéz, hogy nagyon sokan, akik kollégáim voltak, azok nem fogadták el, hogy én most akkor miért nem csinálok meg mindent, amit ők javasolnak. Mert nem lehetett. És nagyon sok emberi kapcsolatom erre ráment, nagyon sok mindent tanultam ebből, de hát átvészeltem, és ami jó része, jó hozadéka ennek, hogy nekem iszonyan fontossá vált az, hogy a színházban jó hangulat legyen. Tehát ez ne legyen olyan színház, mint egy nagy üzem, mert nem az, ahol áskálódások vannak, és pletykák, és klikkek, mert vagyunk összesen, 25-en vagyunk most már csak, és ne legyen ez a hangulat. És nekem mindig fontos volt, hogy igenis tudjunk egymással kommunikálni, és igenis legyünk barátok egymással. Nekem úgy hozta az életem, hogy előtted is jó néhány igazgatóval sikerült beszélgetnem, és amikor ide érkezett, mindenki azt mondta, hogy itt szeretne egy fix társulatot Szekszárdi színészekkel, Szekszárdi emberekkel, őket itt egy picit meggyökeresztetni, aztán hát most nem akarom ezt elrészletezni, de a dolog lényege az volt, hogy vége volt az előadásnak, mindenki beült a mikrobuszba, és utána kész, kiürült itt minden. Te is ilyen tervekkel jöttél, mit sikerült ebből megvalósítani? Hát, hogyha csak annyit mondok, hogyha most a vége az előadásnak, és mindenki kül a színház udvarába cigizni és borozni, akkor ezt. Ez sikerült. Tehát nem megy el senki, nem. Sokan, akik, nagyon sok német színészünk van, anyanyelvű színészünk, de ők is úgy vannak itt, hogy minimum egy évadra jönnek, és én azt gondolom, hogy ez fontos azért, hogy az emberek, hogyha magukénak érzik azt a dolgot, akkor ők máshogy más teljesítményt fognak nyújtani, mint hogyha
hogyha csak egy hely, ahova jövök, játszok, lesminkelek és hazamegyek. És ez legyen a haza, és sok, most nagyon van egy kis társulatunk, akik igenis, akkor is, hogyha csak június közepéig, de ők itt vannak és itt élnek. Sőt, van, aki már teljesen itt él, itt is van a teremben. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ez sikerült. Tehát hogy nekem fontos volt a társulat létrehozása, és ez sikerült, és emiatt nagyon-nagyon boldog vagyok. Egyetlen vezér motivum a sminkelés. 6 órakor te még igazgató vagy, 6 óra 5 perckor elkezdesz sminkelni, és színésszé válsz. Alárendeltjévé a kollégáidnak, egy rendezőnek, akinek ugye te a munkaadója vagy. Hogyan működik ez? Hogyan tud egyik pillanatról, egyik szerepből a másik szerepbe átlépni az ember? Az ember életében nagyon sok ilyen automatizmus van, ami mint a Pavlov kutyáinál, azt hiszem, nálam ez így működik, hogyha lemegyek az öltözőbe, akkor én ott már nem igazgatóskodok, és nem is igazgatok senkit, hanem ott kolléga vagyok. Együtt öltözünk, együtt. Én láttam olyan igazgatót, aki például Temesváron is, hogy külön öltöző, minden külön, és de ez nem jó, szerintem nem jó. Ott legyünk kollégák, mert a színpadon is kollégák vagyunk, ne különcködjen egy igazgató. Meg én szerettem a kollégáimat. Tehát én szeretek velük lenni, velük öltözni és velük lenni az előadás előtt. Én azt gondolom, hogy ebből származnak a jó energiák, amit fel tudunk aztán vonultatni a színpadon is. A színház egyik kitűzött feladata, és hát ez nyilvánvaló, a német kultúra, a német nyelv ápolása. Ebben téged családi indítatás vezérelhet. Jól gondolom ezt? Igen, hát édesapám nagyon igazából a magyar országi németek oktatásának az egyik nagy aktivistája, és hát tulajdonképpen az egész karrierje erről szólt, erre tette föl az ő életét, és ez nagyon-nagyon gyönyörű eredményeket ért el ott, és még most is ezzel foglalkozik. Azt már említettem, hogy az apuval mi, mert hát csak nagyon nem régóta beszélünk egymással németül, de most már német is megmerek előtte szólalni, és ez jó. És igen, tehát az, hogy láttam, hogy apu ezért a kisebbségért sokat tesz, az nyilván engem is motivált, meg segített abban, hogy akkor igen, és ez lehet, és érdemes, és foglalkozzon is ezzel az ember, hiszen hasznos, amit csinál. Kérdezzünk meg erről egy hiteles embert, hogy hogyan is működik ma a német kultúra, a nyelv ápolása. Tisztelettel szólítom a színpadra dr. Józan Jilling Mihály kardiológust, osztályvezető főorvost, a Tolna megyei német kisebbségi önkormányzat elnökét, az országos német kisebbségi önkormányzat alelnökét. Foglalj helyet! A mikrofont kérlek, hogy fogd meg. Ugye hát mi ezt a teljesen spontán és most adódott beszélgetést azért nyilván hetek óta készítgetjük elő, és amikor odáig értünk, hogy téged természetesen meg fogunk hívni, akkor Ildikónak fülig szaladt a szája, és azt mondja, hogy képzeld el, hát a Józan doktor az engem még a mai napig úgy hív, hogy kislányom. Nagyon jól tudjuk, hogy téged kenyére lehet kenni, hát ez a napnál világosabb dolog. Komolyra fordítva, nyilván ez azért feltételezi azt a biztonságot és azt a bizalmat, ami hát most már a harmadik ciklusában veszi körül az igazgatót. Valóban így van. Egyébként, hogyha szabad egy picit az előzőekre is egy picit visszakanyarodni, néhány emléket szeretnék felvillantani Ildikóról, amióta ismerem. Az egyik, akkor ismertem meg azon a napon, amikor szépen virágzott a Kicsekszáron a vadgesztenyefák, akkor én éppen a Német Színház igazgatói irodájában voltam, a Gábor is itt volt, akkoriban nagyon jó kapcsolataink volt már akkor a Temesvári Német Színházzal. Deutsches Staatstheater, uh-huh. Azt hiszem ez volt a német nevük. Az Ildikó vagy Ilona? Ildikó. Az Amfirescu többször szerepelt itt a társulat, többek között Pünkösdi fesztiválokon voltak itt temesvári művészek, és hát ugye hoztak olyan darabokat, amelyek hát ugye érdekesek voltak. Többször itt volt az említett kulturális alapítványa, Eugen Kriszt, aki hát szintén ugye erdélyi, szász
aki a Noramentis Vávok Kulturális Alapítványának a Geschäftsführer, azt úgy mondják magyarul, ügyvezetője volt, fontos ember, és hát akkor mondták, hogy van itt egy rendkívül fiatal, valahol ott érettségi táján levő fiatal lány, aki színésznő szeretne lenni, és hát lenne egy ilyen lehetősége az Országos Német Önkormányzatnak, hogy az alapítvány, amelyik akkoriban azért még egy kicsit tőkeerősebb volt, mint manapság, egy ösztöndíjat biztosítanak a fiatal, tehetséges művésznő jelöltnek, és akkor próbáltál. És onnan emlékszem, először lát. A másik pillanat, amikor már kész színésznőként haza kerültél, ez nem, évet nem tudok mondani, de feltehetőleg az az időszak, amikor nem minden volt jó. És akkoriban, ha jól emlékszem, fölléptél egy orvos továbbképző rendezvényen, ahol hát még a rendezőkkel el tudtam rendezni azt is, hogy hát esetleg úgy próbáljuk a doktoroknak a képzettségét emelni, hogy színésznő fellép, verset mond, és aztán utána lehet természetesen kardiológiáról, magas vérnyomásról, koleszterinről, meg mindenről beszélni. Ez egy nagyon jó kis akció volt, de emlékszem, nem tudtalak itt tartani, mert mondtad, hogy futni kell, szaladni kell haza a Temesvárra. Ezek voltak azok a dolgok. Valóban egyébként, hát Ildikó hamar belekerült az úgynevezett igazgatói székbe, és ezt az élet is egy picit kikényszerítette, mert az Országos Önkormányzatnak is éreztük azt, hogy ez nekünk egy rendkívül fontos stratégiai hely a Deutsche Bühne Ungarn, és oda kellett figyelnünk. Ugye azért itten a mindennapos politikával, néha az országossal, néha a helyi politikával azért volt egy-két csörténk is, akik ugye régebb óta itt élnek, Szekszárdon is itt ülnek a sorokban és a székekben, azok talán emlékeznek ilyenekre is. De én úgy gondolom, hogy ez lehet, hogy most talán nem is dicséret, amit mondok, hogy mióta belenőttél ebbe a szerepbe, igazgatónő lettél, egy kicsi szélcsend van a színház körül, a nagy viharok, tehát amire itt az előbb az Orbán úr is említett, hogy ugye, hogy a szép a színház kívülről, a székekből, de feltehetőleg valahol ott a kulisszák mögött ugye mennek a gyomrosok, hogy így fejezem ki magam. Én úgy gondolom, hogy ezek most egy kicsit elcsitultak, és azt lehet észrevenni, hogy a színház azt teszi, ami a dolga. És a színháznak a missziója, amivel mindig is megegyeztünk annak idején Ildikóval, hogy a magyarországi, a német kultúra képviselete Magyarországon, illetőleg a magyar kultúra képviselete Németországban, vagy a német nyelvterületen, és ezt mi mindig hozzátettük természetesen, hogy német nyelven, mert úgy gondoljuk, hogy magyar színház van ebben az országban sok, lehet, hogy plusz egy-kettő is, de német színház, nekünk ez az egyetlen egy, ez a kis gyöngyszem ott valahol ott a város középpontjában, mi így látjuk. Nézőként hogyan látszik ez az elmúlt egy évtized? Az elmúlt egy évtizedes mérleggel nem készültem, friss élményekkel tudok, friss élményekkel tudok jönni, hát ugye most volt ugye hétfő premier, a Hegedűs a háztetőn, nagy vállalkozás ilyen szempontból, mert hát ugye egy világhírű musicalt egy kis színpadra vinni, egy biztos, hogy volt egy kis gyomorgörcs előtte, hogy ez hogy fog lejönni, de én úgy gondolom, hogy nagyon szépen megoldottátok, és lehoztátok ezt a darabot ide a szekszárdi kicsi Deutsche Bühnére, az itteni lehetőségekre, és én úgy láttam, hogy a közönség azért eléggé pirosra tapsolta a tenyerét, és személyesen nekem is nagyon tetszett. Új művésznőt is tudtunk fölfedezni a színpadon, úgyhogy én azt hiszem, hogy itt a család
annak a fejlődése és a története az megy tovább. Elnök úr, sok ilyen élményt kívánok még. Köszönjük szépen, hogy a vendégünk voltál. Maradj itt velünk még a műsor végéig. Az, hogyha egy színház jól működik, azért az nem csak a színészek jó munkája révén működhet. Nagyon fontosak azok az emberek, akik a háttérben vannak, és akik azért a látványt, hangot, mindent teljesen láthatatlanul megteremtik, nem tudom kihagyni. Ezt én magam nagyon jól tudom, hogy milyen fontos az az ember számára, amikor tudja azt, hogy egy biztos kéz van ott azon a hangerőszabályzón, ami aztán az ő sorsát ott a színpadon eldönti. Jó egy-két évvel ezelőtt mentem be a színházba egy próbára, valamilyen dolgom volt ott, és azt láttam, hogy a színpadon éppen egy igen nagy létszámú zenekar játszik, és nagyon kiválóan játszottak valamiféle könnyű zenét, és hát rögtön felismertem, a színház technikusai játszottak ott. Ez itt valamiféle véletlen dolog, hogy hát ezek a kiváló emberek, akik kiváló technikusok, és ezt a legkomolyabban mondom, éppen zenész emberek? Nem, először biztos, hogy csak azért volt, mert így adódott, viszont utána már nem hazudnék, ha azt mondanám, hogy nem volt benne némi tudatosság is, hogyha felveszünk új embereket a műszakba, akkor ők már hadd legyenek zenészek. Mert ez nem árthat, és így talán tudunk, és ez több előadásunkban már bebizonyosodott, hogy együtt zenélni, énekelni, és én azt gondolom, hogy ez hasznos, és ez szerintem jót tesz annak a hangulatnak is, ami a színházban van. Tehát, hogy igenis a műszak, és ez nem egy 20 fős műszakot kell elképzelni, hanem egy 4 főset, és a társulat is, akire beszélek, a társulat, ez lehet, hogy olyan hatalmas szó, de ők is hatan vannak, heten, és hogy ezek az emberek, hogyha együttműködnek, nem csak úgy találkoznak egymással, mint technikus és színész, hanem együtt zenélnek, akkor az közelebb hozza őket. Na hát ebből fogunk mi most itt egy ízelítőt kapni, midőn felkérlek, hogy énekelj nekünk most németül, éppenséggel mit fogunk hallani? Hát van egy nagyon szép dala, egy Hildegard Knef nevű hölgy énekelte, eredetileg az a címe, hogy Für mich soll's rote Rosen regnen, tehát nekem vörös rózsák hulljanak, ezért ugye a vörös rózsát is kitűztem, hogy nehogy szó érje a ház elejét, és ez egy olyan dal, amit a színház technikusai plusz Lozsányi Tamás, aki nem a színház technikusa sajnos, de nagyon, nagyon régóta zenélünk együtt, és ezt a dalt is már elég régóta, úgyhogy szégyen lenne, ha elrontanánk, Tamás. Következik tehát énekel Frank Ildikó, kísér a DBU band, Kovács Krisztián, Antal Viktor, Máté Zoltán és Lozsányi Tamás, hallgassák szeretettel. Sagte ich still, ich will, wir groß sein, wir siegen, wir froh sein, nie lügen. Mit 16 sagte ich still, ich will alles oder nichts für mich. Soll's rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen. Die Welt sollte sich umgestalten und ihre Sorgen für sich behalten. Und später sagte ich noch, ich möchte verstehen, viel sehen, erfahren, bewahren und später
sagte ich noch, ich möchte nicht allein sein und doch frei sein für mich. So ist rote Rosen regnen, mir sollten sämtliche Wunder begegnen, das Glück sollte sich sanft verhalten, es soll mein Schicksal mit Liebe verwalten. Und heute sage ich noch, ich sollt mich fügen, begnügen, ich kann mich nicht fügen, kann mich nicht begnügen, will immer noch siegen, will alles oder nichts. Für mich soll's rote Rosen regnen, mir sollten ganz neue Wunder begegnen, mich fern vom Alten neu entfalten, von dem, was erwartet, das meiste halten. Na most nagyon megkönnyebbültem. Köszönjük szépen. Itt az előbb már próbáltam feszegetni, hogy mennyiben sikerült megvalósítani azt, hogy hát ez a színház végre tényleg tudjon nyitni a város felé. Te nagyon szerényen hát túlléptél ezen a kérdésen, hogy azért mégis valamiféle hiteles vélemény alátámaszt azt a véleményemet, hogy ez sikerül. Színpadra szólítom Kispál István szépíró költő tanárembert, akit majd más minőségében is meg fogok itt mindjárt szólítani. Fáradj ide a pódiumra. Ugyanis az a minőség, hogy elsőképp megszólítalak, az ezek közül egyik se. A közművelődés szakembereként tulajdonképpen a német színház történetét aktívan is, kevésbé aktívan is a kezdetektől itt Szekszárdon végig kísérted. Mi jellemezte ezt a pályát, hogyha ez most röviden összefoglalható? Hát tulajdonképpen az ilyen mikrofont vedd a kezedbe, kérlek. Az ilyen intézményeknek az első 10 éve az átalakítások történeteként írható le. Tehát amikor létrehozunk egy intézményt, akkor mindenféle elképzeléseink, illúzióink vannak, aztán a szembesítve az élettel többnyire egy része téveszmének bizonyul, másik része végrehajtható, de beláthatatlanok a következményei. Ugye? És akkor hát erre rámegy azért néhány alapító igazgató, meg néhány reformer igazgató, és aztán egyszer csak eljön az az idő, amikor ez szépen beleilleszkedik abba a világba, amelyikben majd funkcionálni kell, és az lesz majd a tartós igazgató megoldás, aki rájön ennek a paramétereire, és aki ennek megfelelően akarja működtetni. Hát, hogy rébuszokban nem beszéljünk, ez elindult Eghúszekér Színháznak, ugye, amelyik elsődleges funkciójának azért azt tekintette, hogy a legkisebb sváb falvakba eljuttassa a német nyelvű kultúrát. És ez egy hőskornak is tekinthető, aztán amikor ez maga a bázis színház megépült és elkészült, akkor már teljesen jogosan jött az a második gondolat, hogy ennek mégis állandó társulatú nagy feladatokra képes színháznak és székhelyén minőséget hozó kulturális intézménynek kell lenni. Ez is egy kísérlet volt. Csak még az egyiknél, ugye éppen a sok tájolás és a viszonylag kevés itteni játék miatt szigetelődött el egy kicsit az intézmény, addig az a nagyon elitista színházi elképzelés ugyancsak elszigetelte egy kicsit az intézményt, és önálló szigetté tette. És én azt hiszem, hogy a harmadik korszak az, amiről itt beszélünk, amikor
az a város kulturális életének szerves részévé vált a színház, a maga funkciójával és mindazzal, amit ehhez engedett társítani. Hát ez a színház, az a tapasztalatom, hogy az utóbbi években, az évtizedben megnyitotta a kapuit, rányított nem csak jobban a szekszárdi közönségre, de a szekszárdi alkotókra is. Hát én azt nagyon jól tudom, nem kéne most úgy csinálni, mint aki most döbben rá erre, nagyon jól tudom, hogy hát ennek te is kedvezményezettje voltál. Valljál erről. Hát az igazság az, hogy először, amikor meghallottam, hogy egy Frank Ildikó nevezetű színésznő lett az igazgató, hát gyorsan ugye a magam csatornáin utána néztem, hogy hát kicsoda, és egy kicsit elcsodálkoztam, hogy tüneményes, tehetségű, csinos, fiatal, nagy pálya előtt lévő színésznő miért adja a fejét igazgatásra. Saját élettapasztalatomból tudom, hogy vezetésből szakmai munkát csinálni, ez körülbelül olyan, mint ibolyát szagolni gázálarcba. Ugye, tehát elveszíti a szakma szépségét. Legalábbis ez volt az én tapasztalatom. De mondom, hogy meg kell néznem magamnak ezt a hölgyet, mert valószínűleg igen rövid időt fog itt eltölteni, és nehogy elmulasszam megnézni. És aztán leültünk, emlékszem, hogy bementem a színházba, valamilyen mondva csinált okot találtam arra, hogy mégis bemenjek. Azt hiszem valami ilyen különös bemutató vagy egyéb ügyben igen, jártam nála, és beszéltem hozzá, és akkor ilyen teljesen higgadt, nyugodt, figyelő, de ilyen veséiglátó figyelő tekintettel hallgatott végig. Na mondom, itt nem lesz könyvbemutató. Na mindegy. Aztán végig hallgatott, és utána csak nagyon egyszerűen annyit mondott, hogy jó. És elővette a naptárát, és beírta. És aztán a dolog körülbelül úgy teljesült, mint ahogy a Szentírás szokott, tehát és innentől kezdve, hát egyre bátrabban mentem hozzá, egyre merészebb kérésekkel, ugye, hát ott azt hiszem a 25 éves regnálásomat is éppen nálatok ünnepeltük, tehát sok érdekesség alakult ki. Közben én ugye pedagógusként az időnként gyerekekkel is dolgoztam, és a számomra legdöbbenetesebb az volt, hogy eljött hozzánk a családi háznak a szuterényébe, ahol a gyerekekkel egy darabot próbáltunk, és nagy-nagy szeretettel segítette a gyerekeknek a munkáját, és akkor innentől kezdtem el érezni, hogy miért van olyan jó hangulat ebbe a színházba, amikor bemegyek. Szóval miért esik jól egy portással is beszélgetni, ugye? Ez azért máshol nem ilyen általános dolog. És akkor, amikor láttam, hogy ez a fajta nyitottság működik, akkor elkezdtem ráfigyelni, és ez egy rendkívül inspiráló kapcsolattá alakult. És olyannyira, hogy amikor megszületett a dráma kötetem, ugye, és abban megjelent a Féltestvérek című drámám, akkor elnézést, de ezt előveszem. Gyurinak odaadom, ott van benne egy jelzés, én megkérném, hogy az ajánlást, tehát ennek a drámának az ajánlását olvassa föl nekünk. Olyan sokáig írtam és úgy formálgattam, hogy ezt most úgyse tudnám élőszóba reprodukálni, hallgassuk nyomtatásból. Ajánlás Frank Ildikónak, a Deutsche Bühne Ungarn igazgatójának. Minden alkotó életében van egy olyan mű, amelyet évtizedekig hordoz magában, úgy, hogy nem is tud róla. Megalkotása nem a megformálás, hanem maga a megformálódás, a létezés üzenetté történő átlényegülése. A megszületéshez viszont kell, igen kell egy ihletett pillanat, s e pillanathoz az akár öntudatlan gesztusként ajándékozott sugallat, amiért a köszönet nem lehet más, csak a készmű. Az én esetemben ez a különös mű a Féltestvérek című dráma, amely így már a köszönet is egyben.
Na most az apropó, ami összekötött ez a gesztus pillanat, az úgy hangzott, hogy éppen kiírta valami pályázatot az intézmény német nyelvű színházi darabokra, és hát ő azért tudta, hogy én kísérletezek verses drámákkal, meg misztérium játékkal, és akkor kérdezte, hogy hogy állok a német nyelven való írással, és hát akkor be kellett töredelmesen vallanom, hogy bár igen erős családi kötődéseim, meg vérszerinti kötődéseim vannak a német kisebbséghez, nyelvileg a nulla fölött vagyok 1-2 milliméterrel. Tehát ez nem nagyon alkalmas drámai írásra. De mondom, van egy csomó ebben a tárgykörben ötletem, meg mindenféle elképzelésem, de mivel nem tudom leírni németül, én ezen a pályázaton nem fogok elindulni. És akkor ő azt mondta, hogy na nem baj, nem csak ez a pályázat van, hanem ezek fontos mondandó dolgok, akkor írd le. Írd le, aztán mit tudom én, lehet, hogy mégiscsak lehet belőle valamit csinálni. Én egy percig nem hiszem, hogy ez valahogy is a német színház színpadán fogom látni, de mégis jól esett leírni, és nagyon fontos volt ez a gesztus, aki azt mondta, hogy nem törődjek én itt az ilyen apróságokkal, mint a színházi, meg az egyéb körülmények, írjam meg, ha ezt meg akarom írni. Na, ez volt az a gesztus, ami azt mondtam, hogy már csak azért is, hogy ezt az ajánlást leírhassam, megírom ezt a drámát. Azt gondolom, alátámasztottad azt, amit én itt megelőlegeztem véleményként, Kispál István. Köszönjük, hogy a vendégünk voltál. Én is köszönöm. Én vendégségben voltam, és a vendégségben mindig viszek ajándékot. Hát ugye virágban már van, inni nem iszik. Úgyhogy én akkor hoztam neki egy könyvet, de nem árulom el, hogy mit, mert ez nem a reklám helye. Fogad szeretettel. Nagyon szépen köszönöm. Köszönöm. Igazolódott tehát, hogy kulturális értelemben nyitni próbáltál Szekszárdra. Aztán elkövettél valamit, amit az elődeid nem, pedig nagyon utaltak rá, fogtad magad és letelepedtél Szekszárdon. Igen. Miért volt ez? Miért volt fontos és milyen körülmények között történt ez? Hát az az igazság, hogy amikor én ezt megkaptam ezt az igazgatói kinevezést, akkor egy percig se volt kérdés az, hogy mi ide jöjjünk, mert olyan, tehát úgy éreztem, hogy annyira nulláról kell indítani mindent, és annyira teljes embert kíván ez a munka, hogy akkor csak úgy lehet csinálni, hogy az ember itt van. És ez nem volt kérdés, hogy én most itt legyek, vagy sem. Mondjuk ebben lehet, hogy közére játszott az is, hogy nem volt nekünk soha egy olyan lakásunk, vagy házunk, ami a miénk, amit szeretünk, hogy ott akarunk maradni, Pécset. Nem volt ilyen kötelék, tehát igazából, hogy más városba átvittük a sátrunkat, és akkor így itt maradtunk. Egy darabig albérleteztetek Florinnal és a gyerekekkel, utána aztán megtaláltátok a végső szállást. Hol is, milyen környezetben? Hát egy Szekszárd egyik szőlővel betelepített dombján vettünk egy tanyát, amit én itt először Szekszárdon hallottam, hogy ezt tanyának hívják. Én mindig Alföldön született leányként azt hittem, hogy a tanya az egy olyan elszigetelt, másoktól elszigetelt, jobb esetben hatalmas fáktól körbevett Alföldön lévő kis valami, ahol mezőgazdasággal foglalkoznak, mert most itt Szekszárdon ez nem azt jelenti. Hát itt viszonylag kevés a vízszint. Igen, egyrészt valószínűleg ezért, és nem lehet egy nagy kiterjedésű helyen lenni, és a szőlőhegy az ma ugye véges, tehát ott egymás mellett vannak ezek, és tulajdonképpen présházak, és mi vettünk az én drágámmal vettünk egy tanyát itt Szekszárdon. Beleszerettünk egy tanyába, és az, amíg megvettük, az addig eltelt egy kis idő, mert egy ideig ott is laktunk albérletben is. Számomra a következő meglepetés az volt, amikor évekkel ezelőtt egy újságcikkben azt olvastam, hogy Florin egy borversenyen igen komoly elismerésben részesült, és akkor széttártam a karomat, hogy kérem szépen, hát így kell gyökeret verni Szekszárdon. Hát hogy jött ez a kapcsolat Florin és a bor készítés között? Igen, hát ez
Ez egy nem családi hagyomány, egyáltalán semmiféle hagyomány nem volt. Ez úgy történt, hogy ugye megvettük ezt a tanyát, egy pince, présház volt alatta, nem volt egy összkomfortos, de lakható kis hely volt, nagyon szerettünk ott lakni, igazából egy nagy fenyőfába szerettünk bele, ami ott állt a tanya előtt, és azóta történt átépítés, elég komoly, de a fenyőfa az még mindig ott áll, úgyhogy amiben beleszerettünk, az ott van még mindig. És hát ott volt, ez egy 1500-1800 négyzetméteres telek, és azon volt szőlő. Meg minden egyéb, mert a volt tulajdonos, akitől megvettük, aki egyébként Lencsés László, akit sokan ismerhetnek. Dani sokan ismernek, az ő tanyáját vettük meg. És hát ott minden volt, tehát először ugye azzal szembesültünk, hogy mennyi virág van, és én egy panel gyerek vagyok, tehát én panel lakásokban nőttem föl, kivéve a nyarakat, amikor mindig a Balatonon vagy a magyaróvári nagymamámnál töltöttem, a családi ház volt. De hát nekem ez egy teljesen új élmény volt, hogy reggel fölkelsz, és akkor tavasszal, és akkor minden nap új narciszok, és gyönyörű virágok bukkannak elő. És ez volt a jó része, és akkor a másik része, ami ilyen érdekes volt, hogy hát jó, ott ez a szőlő, akkor most akkor ezzel mi legyen? És mondta a Florin, hát figyelj, most akkor ebben az évben, ha már itt van, meg kivirágzott szegény, akkor majd megcsináljuk, és akkor vagy mert csinál vele valamit, aztán majd kivágjuk, hogyha útban van. Aztán hát kivágtuk ugyan egy részét, de az közben Florin, tehát ő elkezdte ezt művelni, tanulta, a volt tulajdonos, tanítgatta, őt magyarázta, hogy Florinkám, akkor ezt így, ez vicces volt, mert ő még akkor nem nagyon tudott magyarul, és Laci bácsi meg ott árasztotta rá a magyar nyelvű szóáradatot, de szerencsére ez is elég gyakorlati szakma, a szőlőmetszés és művelés, úgyhogy sokan gesztusokból megértették egymást, meg volt egy volt szomszédunk, a Komjáti Tamás, aki biztos őt is többen ismerik. Ugyancsak ismert. Ő tőlem nagyon sokat tanult a Florina borról, a szőlőről, és hát olyan szinten beleszeretett ebbe, hogy ezt már nem kivágni nem akarta, nem szeretett volna még. A szüleim egy kicsit így megijedtek, amikor még vettünk még egy tanyát ott magunk mellett, mert ott még volt 2000 négyzetméter szőlő, és akkor azt a Florina egyedül művelte, és most, azon már nagyon kiakadt mindenki, amikor még egy bérművelésbe is vállalt egy külön szőlőt. Hány négy szögölet? Na azt én nem tudom. Jó, tehát sok. Biztos, jó. Én nem tudom, én négyzetméterben vagyok inkább otthon, nem tudom, nem. Négyszögöm. Na, majd utána nézek. Azt tudom, hogy most már olyan szinten tart ő, mint borász, pár így ennek is meri nevezni magát néha, hogy már azt hiszem, tán volt 30 hektóborunk is. Tavaly, ugye? 30? Tavaly előtt, a csúcs időszakban. És hát azt mondták, hogy ez már egy ilyen piciny borásznak elég sok. Idejét veszi például igénybe. Így van. Közben az ember alkotó ember is. Egy nagyon picit megszakítva most ezt a vonalat, és majd aztán ezt folytatva, most következik egy meglepetés mindkettőtök számára, nem csak te, hanem Florin számára is, amiből én most annyit jelentenék be, hogy a színpadra szólíthatom Szabó Dóra Karolát, aki hegedűn fog előadni valamit, és Lozsányi Tamás fogja zongorán kísérni. Thank you.
Vittorio Monti Csárdás című művét hallhattuk, ami hát egy kiváló szimbolikus műve a kultúrák találkozásának, mint ahogy azt hiszem, hogy ez a pillanat is, amiben itt vagyunk, hát egy meglepetés hitelességét a meglepett arcok biztosíthatják. Meg is ragadom a pillanat adta alkalmat, és tisztelettel a színpadra szólítom Florin Gabriel Ionescut, a Német Színház rendezőjét, színészét, és nem utolsó sorban Frank Ildikó férjét és gyermekeinek édesapját. Bocsásson meg, én nem egy picit egzotikus beszélek magyarul. Na most én ezt hozzátenném a háttérben, amikor először egyeztettünk Ildikóval, akkor Ildikó mondta, hogy természetesen én majd fordítok, és hát ugye ez nem jelent problémát, nem. Mire? Következő nap már beszéltünk Ildikó, hogy nem Florin lefújta, ő magyarul szeretne mindenképpen válaszolni, mert azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetése ennek a műsornak, és nagyon is köszönjük. Azt szeretném kérdezni tőled, hogy mit jelent a számodra szexárdinak lenni? A mikrofont. Azt jelenti, hogy szülő. Hogy többet természetben vagyok. Természetben vagyok. Megmutattam, megtanultam csinálni bort, szőlő művelni, barackfakot is gondozni, tudok mecceni, de legfontosabb új baratok, és szerintem legfontosabb lássam, hogy nőnek vel Ildikó is a gyerekek. Jó mondtam? Szanszalesz? Hogy lássam, hogy... Hogy nőnek? Nőnek. De hát én nem nevök már. Nőnek én már nagy vagyok. Gyerekek is a Ildik. De igazából mióta szexárdi vagyok, mezőgazdasággal felolkozom. Azért a színházi munka nem szorult egészen a háttérben, hiszen alkotóként azért jelen. Vagyis erre is kérdeznék én most rá, hogy hát a színház nyelve a világban nagyjából hasonló, még ha más nyelven is lépnek színpadra, tehát a színház nyelve nagyjából hasonló, mégis egy másik kulturális hagyományra épülő színházban dolgozni, oda beilleszkedni, milyen plusz munkát igényelt? Hát szerintem már nincs különbség. Hallottam, hogy volt, lehet, nem tudom, 20-30 év ezelőtt, de most én nem találkoztam vele, semmi különbség. Ugyanazok írok, szerzők, és ugyanazok a mesterek. Stanislavski, Michael Chekhov, Peter Brook, Krotowski például. Igen, sokszor beszéljük Florina, ugye igazából Európa... Igen, nem a kínai vagy japán. Igen, tehát az európai eltűntek, tehát sok emberrel dolgoztunk együtt, aki romániai, németországi, magyarországi, de talán pont azért is, mert mi is egy ilyesmi társulatot építünk, egy ennyire nemzetközi kis dolgot próbálunk itt létrehozni. Valószínűleg már nincsenek olyan nagy különbségek, mint hogy tényleg volt annak idején, ugye az orosz színház, meg a német, meg a román közti különbség. Mi ezt már nem érzékeljük annyira. Akkor most a főnöködet kérdezném meg arról, hogy milyen plusz feladatot jelent a családdal együtt színházat építeni. Hát... Külön lehet-e ezt választani? Nem. Hiszen együtt dolgoztok. Nem. Néha... Hát néha már otthon azt mondjuk, hogy jó, akkor most már ne beszéljünk színházról, és akkor két percig sikerül, és utána már megint arról beszélünk, mert hát ez óhatatlanul ez a téma, igen. Meg hát nem tudom, hogy a gyerekeink is ezt valamennyire azért biztos, hogy
vagy hát megsínylették, vagy hát nem is tudom, hogy megsínylették, de biztos, hogy bélyeget nyomott az ő kis életükre az, hogy mennyire ott nőttek fel a színházba, ott voltak velünk, főleg az elején, amikor úgy éreztük, hogy teljes embert kíván olyannyira, hogy ott 20 órákat voltunk benn, meg mit tudom, jó, nem akarok túlozni, de ilyen 10-12-16 órákat benn voltunk, Florin is, én is segített nekem, próbálkoztunk, és a mi kisfiunk az például annyira otthon érezte magát a színházba, hogy még óvodás volt, amikor egyszer egy előadás kellős közepén felállt a nézőtérről, fölment a színpadra, sem ment hátra a kulisszákba. És utána még hátra, ugye hátul ki lehet, aki ismeri a színházat, azt tudja, hogy hátul, Niki emlékszik rá szerintem az én nevem. Kimentem körbe, és körbe rohantam, hogy hol a gyerek, mit csinál. És megtaláltam, és mondom, kicsi fiam, miért mentél fel a színpadra, mi volt ez? Hát ugye neki vécére kellett menni, és tudta, hogy a legközelebbi vécé az ott van, és oda ment. Mert így szokta meg. Hát olyannyira, hogy ők ugye már játszottak is darabokban, hát ti most ne figyeljetek ide egy kicsit. Mennyire lesz ez lényeges a ti terveitek, gondolataitok, elképzelésetek szerint az ő jövőjükre nézve? Nem tudom. Nem tudjuk, nem akarjuk őket se pro, se kontra befolyásolni. Azt gondoljuk, mindketten azt gondoljuk, hogy ez majd az ő döntésük lesz, de szerintem a színházzal való foglalkozás az senkinek nem árthat. Még akkor is, hogyha nem, talán lehet, hogy nem ez lesz a szakmájuk, de biztos, hogy ad az embernek egy olyan fajta nyitottságot, ami szerintem bármilyen szakmában hasznos lehet az életében. Hát akkor most kérdezzük meg őket is. Lea és Raúl, kérlek benneteket, hogy fáradjatok ide, apa és anya mögé álljatok úgy, hogy a közönség és a kamera is jól lásson benneteket. Ez nem lesz nehéz, hát nagy színpadi rutinnal. Maradj csak, és ide, a gyerekek is ide jönnek. Hát azt szeretném én tőletek kérdezni, közben kaparincsátok meg a mikrofont, hogy miért jó színházat csinál? Egyáltalán jó-e vagy nyűgös dolog, mert megint a közönség, azt a hülye tapsa végén, vagy hogyan van ez? Jó a színház? Hát szerintem jó, igen. Hát az a lényeg, hogy igazából a közönség az ne zavarjon. Szóval úgy értem, hogy... Az nem baj. Szóval nem, nem úgy, hanem nem úgy játszunk, hogy a közönségnek, és akkor, hogy ők nekik tetszen meg ilyenek, hanem az a lényeg, hogy el kell játszanod, amit el kell játszanod, és hát persze a közönség felé nézel meg ilyenek, de igazából éld bele magad abba, amit eljátszol. Raúl, te mit gondolsz ugyanerről? Miért jó színpadra lépni? Hát szerintem, amikor ugye elkezdünk egy színházba dolgozni például, akkor hát jó együtt dolgozni így másokkal, és nem csak, mit tudom én, egyedül egy irodában dolgozni. Kétség kívül. És hát jó. Mit szólnak a többiek az iskolában? Hát azért az nem egy mindennapos dolog, hogy te az előző napon még a színpadon játszottál, most megjössz iskolába, hogy a többiek. Tudnak egyáltalán erről? Persze, igazából ma is utolsó 4 órán, és csak első 2 voltam benne. Hát most nem tudom, hogy ez szabad volt anyának hallani, 4 szem között. Itt van az igazgató néni, úgyhogy ő tud róla, hiszen a Garai téren egymásba futottunk. Nem lehetett eltitkolni előre, hogy arra úgy bizony nincs iskolában. És hát ugye az osztálytársaim is kérdezték, mi van velem. Kedden is bementem ugye menzára, találkoztam velük. És hát ugye ott volt a gitár a hátamon, és hogy mit csináltam? Hát nem mondtam, hogy beteg vagyok, mert akkor mit keres a gitár a hátamon? Akkor mondtam, hogy próbálni voltam, és igazából tudják, hogy lehet, hogy felnőtt koromban ezzel szeretnék foglalkozni, és megértik igazából. Milyen formában? Színész szeretnél lenni? Hát és rendező. És rendező. Van mindegyikre példa. Lea, te? Mikrofonba. Hát nekem tetszik, de én nem ezzel szeretnék szerintem foglalkozni. Akkor titok, én ahogy a szemeden látom a továbbiakat, én most nem fogom megkérdezni, hogy akkor mégis merre vagy megkérdezhetem? Ja, persze, hát szerintem valami írással, olyasmivel. Hát az olyan távoli a színháztól.
Világos. Akkor most következik a család több tagja is műsorunk végén, a porondon, a pódiumon. Egy reggae dalt fogunk hallani, hogyha minden igaz, igen, amelyben az énekes előadó immáról románul Ildikó lesz, gitáron közreműködik Raúl, és természetesen a DBU Band. Foglaljátok el a pódiumot. Én elnézést kérek mindenkitől, tudom, hogy nagyon nem profi, de nálam lesz a szöveg, hogy nehogy belesüljek. Tudom, hogy nem sokan fogják érteni, de azért vannak itt egyen-ketten a közönségben, akik értik, és nem szeretnék belesülni. Várjatok meg kicsit. Ez most működik, jó? Jo bara nu dormei, da kad da kam da somni fere, și cum noi au pastile camarere de mio bere, pe un cinste soare lui că mi-e fost dor de el, și e pe un cinste ma fiindcă o arde la fel. Foarte al București, cum am tot senza mostrat costinești, paharul sus n-au, că mie îmi place să dorm, nu de alta, dar eu vara nu dorm, vara nu dorm, vara nu dorm, nu am somn, nu am somn, zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, cu vara nu dorm, eu vara nu dorm, vara nu dorm, nu am somn, nu am somn, zori zilei mă prind, cum pe plajă mă prind, că vara nu dorm, e vara nu dorm, hey, și nu am nicio vină, că vara ochii mei sunt sensibili la lumină. Sunt sigur, văd pânașul cu pariu ca se combine, domnul controlor, ea decide sovarina. Da, că mă îndrept către mare, cu șapca întors la cap și cu alida și-n picioare. În bagaj am dotola, lângă banii de cazare, n-am nevoie de busola, ca mă las ghidat de soare. Jur că m-aș băga la somn, să-mi rulez filmul pe șezlong. Dar spune-mi cum ai vrea să dorm când am în spate un gașca întreaga care strigă rapping on. Vara nu dorm, vara nu dorm, nu am somn, nu am somn, zori zile mă plin, cum pe plajă mă plin, pentru că vara nu dorm, eu vara nu dorm. Hölgyeim és uraim, az önarckép értékkel mai vendége Frank Ildikó, színművész, színházigazgató volt. Egy hónap múlva Csillagnyi Szántópolikszéna lesz ugyanezen műsor vendége, de már nem itt, hanem a megújult és újra kinyitó művészetek házában. Remélem, hogy ma jó lélekkel távoznak. A viszontlátásra!